Én cipőtervező voltam. Szerencsém volt egy nagyon jó kis közösségben dolgoznom, ahol anyagokat és technológiákat tanultam meg, sok mindent. És nem utolsó sorban ugye emberekkel dolgoztam, mint tervező. Én nem voltam irodista, nem szerettem a varrónőkkel, a mesternőkkel kapcsolatot tartani, és megoldásokat bizonyos technikai problémákra, és ezeket aztán később tudtam itt hasznosítani. Ez két szakma, tehát csak látszólag hasonló, de két teljesen különálló szakma, de vannak bizonyos dolgok, amiket lehet hasznosítani, mint technológia, egyiktől a másikra. Saját magamtól fejlesztettem ezt a fajta tevékenységet. Először karpereceket csináltam és kisebb bőrtárgyakat, és akkor úgy fokozatosan tértem át a használati tárgyakra. És ez nagyon fontos volt abban az időben. Nem volt túl nagy fizetésem, de két gyerekem volt, és akkor még megkerestem egy fizetést délutáni munkával. És akkor ezt fejlesztettem tovább. 90 után kiléptem a cipőgyárból, ahol tervezőként dolgoztam egy nagyon jó csapatban, és folytattam az előtte elindított munkámat, és apránként a nullából kifejlesztettem egy kis műhelyt. Akkoriban volt egy barátom, egy tervező barátom, akivel indítottunk egy kis céget 90-ben. Ő a cipőket készítette, és én pedig készítettem táskákat és egyéb bőrtárgyakat. A központban volt egy kis üzletünk, az ő tulajdonában volt ez. Ez működött kb. 5 évig. És akkor én fokozatosan erről leváltam az ő javaslatára, és akkor csinálta meg a Pellártot, és úgy apránként voltak emberek, akik munkát kerestek. Akkoriban rengeteg állami vállalat tönkrement, illetve becsődöltették, és emberek kerestek munkát. És apránként így egy kisebb műhelyt sikerült létrehozni. Érdekes módon nem olyan emberekkel, akik a szakmában dolgoztak, hanem akik teljesen kívülről jöttek. És akkor így ezzel az alaptudással, és főleg ezzel a szerelemmel így indult az én kis műhelyem. Van egy másik üzletünk is, az lent van a Magyar utcában, a belvárosban, az 2007-ben nyitottam. Egy dolog, amikor valamit megalkotsz, és más dolog, amikor amivel ugye, mi foglalkozunk itt lent a kolléganővel, az eladás. Egy dolog a kreáció, a tervezés, és más dolog, amikor valami megtetszik, átveszed, és el tudod, vagy megpróbálod eladni, és továbbadni másoknak. Erre is szükség van, arra is szükség van. És én hiszem azt, hogy vannak olyan emberkék, akik meg tudják álmodni a saját kis üzletüket, a saját kis műhelyüket, és meg is tudják valósítani. Mert lehet, én azt látom, hogy lehet. Hogy én nem tudtam megcsinálni, az egy dolog, de én látom az olyanokat, mint a férjem, aki igenis megcsinálta.
Mert ez mind az ő munkájának és hitének az eredménye. Én csak biztatni akarnék mindenkit, aki magával kellő tudást, tehetséget és akaratot talál, hogy csinálja. Mert ez úgy menet közben mindenki alakul. Az eladás is kialakul menet közben, társra találsz, aki jó az eladásba, és akkor az neked fogja eladni, társra találsz, aki, mit tudom én, ezt a jogi részét megoldja, vagy aki éppen a könyvelési résszel foglalkozik, és ezek így, igen, idővel minden így összejön. Tehát most már mögöttünk 30 év van, úgyhogy hanem még több, és szerintem meg lehet csinálni, csak nagyon komolyan kell csinálni. A legelső és a legfontosabb dolog az a gondolat, hogy az ember valamit akar csinálni, és akkor azt megtervezi fejben, utána mintát készít róla, és utána anyagokat választ. Ez a második legfontosabb folyamat, az anyagok kiválasztása. Színek, textúra, akkor utána jön az egyszerű folyamat, vagyis a technikai rész, a szabás. Fontos szerintem a gazdaságos szabás. Én nagyon gazdaságosan dolgozom, nagyon kevés bőrhulladékom van. Minden kézzel történik. A bőr vékonyítása, összeillesztése, összeragasztása, és több fázisban az összevarása. És a végső soron pedig vannak bizonyos utolsó simítások, mint esetleg festés, vagy fényezés. Az ember akaratlanul is, hogyha egy szakmában fejlődik, a régi mesterek is olyanok voltak, hogy nem kellett senki utánuk nézzen, hogy mi az, amit kiadtak a kezükből, akik igazán igényesek voltak, azok jól dolgoztak. Én szerintem ez így volt egy régi falusi asztalossal is, vagy egy jó fazekas mesterrel. Ez így megy. A legbiztosabb visszajelzés az a visszatérő vásárló. Nem akartam sohasem megnőni, hogy úgy mondjam. Tehát nem akartam technologizálni, nem akartam sok alkalmazottat, nem akartam, két oka van ennek, ez egyrészt, hogy a munka öröme, ugyanis én nem irodista vagyok, hanem én tervezek, de szabok is, anyagokkal dolgozom, tehát benne vagyok a szakmában, és nagyon is szeretem ezt. A másik az, hogy ha túlnövök ezen az én méretemen, akkor az egész egy kicsit olyan bürokratikus lesz, és akkor már az én kollégáim akkor már nem állnak olyan közel, akkor ha nincs munka, akkor elbocsátok embereket, tehát hogy nem személyes a dolog. Ennek a kis közösségnek személyes jellege is volt és van. Engem a mólók nem tudtak megölni, pedig olcsó vagy drága. Tehát a mól két típusú dolgot árul, vagy nagyon olcsó tömegcikket, vagy pedig utángyártott márkákat, amiket vesznek a sznobok. Ezek nem tudtak engem megölni, mert az én vásárlóim igényes emberek, akik sem nem az olcsó szemetet vették, sem nem az idézőjelbetett márkákkal akartak csillogni. Ez egy iparművészeti tárgy végül is.
ha egy olyan helyre megyek, ahol felöltözöm, akkor nem megyek bármivel oda. Más a megjelenése valakinek, és ezért talán még fontos a bőrtermék.